A korábban 13 alkalommal megrendezett Hunyadi Kupa utódaként immár 10. alkalommal rendezik meg Móricz Kupa néven Nyíregyházán a 7. és 8. lányok számára kiírt röplabdatornát. Ezúttal 12 csapat nevezését fogadták el a szervezők a rendezvényre, amely az egyik legrangosabb hazai utánpótlás tornának számít a sportákban. A hazaiak mellett székesfehérvári, békéscsabai és budapesti együtteseket láthatnak az érdeklődők, 6 gárda pedig a határon túlról érkezik majd. Nagy örömünkre szolgált a szervezés során. Egy lengyel csapat korábban itt járt szlovák és lengyel egyesületektől hallott rendezvényünkről. Tudomást szerzett, hogy nagyon nívós, erős mezőny jön össze, és kérte a közbenjárásukat, hogy részt vehessenek a 23. Nemzetközi Móricz Kupán. Én úgy gondolom, hogy ez a fajta érdeklődés, elismerése ennek a kupa sorozatnak, most már méltán mondhatjuk azt, hogy sorozat. A Móricz csapata tavaly a 2. helyen végzett a tornán. Ezúttal is az éremszerzés célozza meg Moraszki Gyuláni együttese, amelynek szereplését a 2 válogatott kerettag Szabó Lili és Kujbis Fanni teljesítménye határozza meg. Kevés meccs van a gyerekekben, 2 úgyébi alapszakasz és egy szegedi torna. Tehát ebből kifolyólag velünk szemben ezek a csapatok, akik érkeznek, nagyon sok mérkőzést játszanak. Nekünk most egyenlőre még ennyi van, de mindent megteszünk, hogy több legyen. Meg van 2 olyan játékosunk, aki meghatározó a csapatban, mivel korosztályos válogatottak is. Ők nagyon beleszólhatnak ebben, hiszen MB2-ben játszanak, és a serdülő csapat oszlopos tagjai. Ez egy részről nagyon jó, mert biztos, hogy itt is fog látszani a teljesítményük. Másrészt meg most építgetjük be a csapatba őket. A 12 csapatot 4 csoportba osztották a szervezők. A mérkőzések szombat reggel 9-kor kezdődnek majd a Móricz és a Kertvárosi Iskola tornacsarnokában. A döntőt a tervek szerint vasárnap délután 3 órától játsszák majd a Móriczban az érintett csapatok.